Kisorsolták a jövő nyári oroszországi labdarúgó világbajnokság csoportjait. A házigazda, a Szaúdi, az Egyiptom és az Uruguayi válogatottat kapta. A portugálok és spanyolok, belgák és angolok, argentinok és horvátok egy kvartetbe kerültek. Az első benyomások a 29-es válogatott 1986-os VB résztvevő Eszterázi Márton. Szia, jó reggelt, reggelt! Na most, Marci, magyarok ilyen mely válogatottaknak szorítasz és miért? Görögök? Ha ott lennének? Ha ott lennének. Én nagyon szeretem a játszó futbalt, tehát ennek megfelelően Brazil, Portugál, Spanyol, ezek a csapatok, akiknek, hát nem szurkolok, de akiket úgy szeretek nézni. Biztos lesznek meglepetések, mert anélkül nem világbajnokság a világbajnokság. Uh, igazából halálcsoportot nem nagyon látok, Hát, bocsáss, meg ha ez igen, ha azt mondjuk, hogy halálcsoportot nem látunk, de olyan, olyan hát nem tudom. Tehát Én a C és a D csoportot ah, igen, látom, igen. ahol nem tudom, súgót nem lehet kapni, nem ugye? Hát ki kéne fordulnod, bár ott, ott nincsenek a megoldások. Nem, nem de az hát, Argentina, Izland, Horvátország, Nigéria, ugye ez a igen, D -csoport, ez, egy, ez, ez egy olyan csoport, ahol szinte bármelyik tovább juthat. Most a neveket hiába morzsolgatjuk, mert ugye az Izlannál most már nem integetünk, amikor direkt tovább jutnak. Há nem, most már ugye... Most már nem integetünk, hanem... Hát pipa, hát a most, most már szinte már azt mondjuk, hogy az És a másik ilyen nagyon nehéz csoport szerintem a brazil csoport, mert ott is szerintem... Brazil, mi... a Svájc, Rica, Szerbia. Hát, hát ott azért egyiket sem lehet leírni. Az összes többi csoportban, ha neveket nézzük, akkor van kettő favorit, és kettő ilyen outsider, de mivel azt látjuk, hogy a futball teljesen megváltozott, átértékelődött és átrajzolódott az európai vagy a futball térkép. Itt semmire nem lehet visz, nem lehet egyik csoportnál se biztosra menni. Na most neked mennyire hiányoznak, most hagyjuk a görögöket, az olaszok és a hollandok? Hát ez óriási meglepetés mind a kettő. Nekem a hollandoknak a mély repülése az egy nagyon nagy talány hiszen mindenki a iskoláról beszél, rengeteg játékost kinevelnek, most nem csak az Ajaxról beszélek, és egyszer csak jött egy törés, nem tudom megmondani, hogy melyik kapitánynál, de nyilván nem a kapitány, tehát arról, hogy nem jönnek megfelelő kaliberi játékosok alulról, és egyszer csak ott vannak, hogy, hogy szinte mindenkit kaptak, és harmadikok, meg negyedikek lettek, ebén, vébén. Az olaszoknál nagy baj van, tehát hogyha most egy-két nevet tudok mondani, és utána megszűnt. Ugyanakkor ha most megkérdezel, hogy 70-es években, akkor elsorolok neked egy csomó óriási nagy sztárt. Tehát a Del Piero után... És ez nem azért van, mert nagyon jó a memóriád. Hát igen, azért azért van, de nem egy, egyébként nem túl jó. Tehát Del Piero után volt a Totti, jó, most van a Buffon kapus, és utána tehát ilyen világsztár nem tudsz és akkor... Ö hát, jó, volt a pírló, igen, igen bocsánat. És aztán utána most... És most ilyen világsztár, tehát akire azt mondod, hogy egy meghatározó egyéniségtét, egy világsztár, ilyet most nem mondasz Alassz játékosról. E, és vegyük a magyarokat, ha most be lehetne pottyantani, vagy jejtőernyőzni valamelyik csoportba minket, akkor <hül> van olyan, ahol lenne esélyünk tovább jutni? ezt a világbajnok is elejtezés megmutatta, hogy tehát ahol két csapat jut tovább, ott én most nem tudok szállítani olyan csoportot, mm -hmm. ahol tehát ilyen kiemelés, tehát ilyen kalap, kalapozás mellett szerintem nincs olyan csoport, ahol, ahol esélye lennénk másodikok. Mm -hmm. Hát tehát az el... az, megint egy másik dolog volt, ezt mindig elmondom közvet Platinenek és az UEFA-nak, hogy felemelte 32-re az EB részt, az VB-re 13-a mentünk. Az eb szerencsére a harmadik helyezett is play off igen. Ez a sorsolási szisztéma egyébként szerinted jó volt? Vagy most erre mondjak jobbat, hát most van-e jobb? Az a nagy kérdés, nem? Hát így, így a igen, kalapok... A, hát, a, igen, a kalapok, ahogy az egész kialakult. meglepett, hogy a spanyolokat a második kalapba tették, tehát az egy óriási meglepetés. Hát, pontosan, tehát ugye tehát, hogy a ez a, lista, a ez nem mindig... A, most nem mintha nagyon változott volna, tehát, és pont a lengyel a leggyengébb csoport, ha megnézed. Igen. Tehát azt, azt én ilyen gyors csoportnak hívom. Hát pont arra gondolom, hogy esetleg még a magyarok egy 2010 es EB teljesítménye, ott még lehet, hogy elérzik. Igen, de az, hogy a spanyolokat mi alapján tették a második kalabba, ez egy rejtély, de és most megkapták a portugálokat. Na most ugye elkerülték azt is, hogy egy földrészről már a csoportban összekerüljenek a csapatok, mármint, hogy persze, hogy hát a a Európánál, több. igen, igen. Ezáltal viszont ugye ez a csoportkör, ez pontosan meg fogja majd mutatni, hogy milyen színvonalak van, különbség van az egyes kontinensek között? Ha most azért megnézzük, hogy milyen csapatok vannak ott, tehát gondolok itt Panama, vagy Ausztrália, vagy nem is tudom, Szaudarábia. arábia Igen. Hát... Ezt az előbb is említettem. Tehát azért annyira megváltozott a futball, hogy most már nem lehet legyengetni, mint ahogy láttuk Íreken, Észak-Íreken, Izlandon. Régebben, most nyugod, csak egy tíz évet mondok, fogtuk a hasonkat, hogyha ezeket a csapatokat kaptuk volna. Most azért, mint látjuk, Izland élből kikerül, nem először. Mármint vb hogy 82-ben azért még egy még A 90 es is jó, hogy volt egy ilyen de azért ezek a csapatok abszolút nem játszottak. Most ha mindenki megtanult futballozni, mindenki nagyon jó erőben van, és utána a kis különbséget ez mindig az egyének alkotja. Tehát hogy egy-egy csapat, mondjuk veszel egy afrikai csapatot, megvan-e az a nagyon jó formában lévő egyébként állati jó futballista, vagy nagy egyéniség, aki berántja őket? Hát az, az afrikaiaknál nagyon sok, tehát mm. látjuk, hogy nagyon rengeteg játékos játszik Európában, főleg Angliában és Olaszországban, vagy Németországban. Csak azt ne kérdezd, hogy ki nyeri a világbajnokságot. Ja, nem, 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 de majd azt a végén. Ugye Oroszországnak sikerült, mondhatjuk, nem a házigazdának kijáró könnyebb csoportot kifogni, szóval talán lehet azt is mondani, hogy Putyin meghekkelte ezt a sorslást is, úgy, mint hát, az amerikai választás. Vannak ezek a hideglabdák, meleglabdák, de nem ja. gondolnám, hogy ez most pláne Lineker vezette az egészet, most nem gondolnám, hogy a Pujolnak mondták volna, hogy figyelj, ne a meleget hoztál a hideget. De hát ez a Szaúd-Arábia-Egyiptom-Urugváját az innen az oroszoknak tovább kell írniuk, azt gondolom. Hát nem tudjuk, hogy milyenek, mert ilyenkor hát mindig a, a házigazdánál nem. az a probléma, hogy nem játszott térmecset kettő éve. Na most olyan. ezek a barátságos meccsek, látjuk, semmit nem jelentenek. Ugyanakkor, hát természetesen bizonyos hátszelet fognak kapni, de azért nem gondolnám, hogy olyan túlságosan segíteni fogják a hazai csapatot. Hát itt valóban Uruguay, aki kaváni. Suárez, stb. Tehát ezek nagyon jó játékosok. De hogy milyen csapat, azt, azt, nem tudjuk. A másik kettő az valóban nem gondolnám, hogy, hogy tovább juthatnak. Ugyanakkor minden elképzelhető, mert egy világbajnokságon részt venni azért, azért ott hatványozott a, Minden a lelki erő, az akarat, a, a, a hozzáállás. Tehát itt itt aztán mindenki mindent belead. Na ezt akarom tőled kérdezni, hogy már csak tapasztalatból is érzéke, egy ilyen légkörben, egy világbajnokságon mi az, ami elhozhatja egy sűrű mezőnyben a, nem a végső sikert, hanem akár a, a meglepetésszerű sikert, amikor valakire elvileg csak úgy legyintenénk, még az indulás előtt is, és aztán sikerül tovább vergődni, sőt, akár meglepetést okoznia. Minél kell nagyon egybe lenni? Többi sportágról nem beszélek. A labdarúgás az egy olyan speciális sportág, egyre négy évente van világbajnokság, nem úgy, mint a többibe, hogy évente, vagy nem Kettő, tudom, Igen. Két évente. Nagyon könnyű oda kerülni. Labdarúgásban nagyon nehéz oda kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy egy labdarúgónak a pályafutásának az a csúcsa, hogyha európai, akkor európai, vagy világbajnokságon részt vesz. Tehát, hogy egy ilyen megmérettetésen ott lenne. Itt mindent félretesznek a játékosok. A nehéz szezont, azt, hogy már játszottak 60 meccset, hogy fáj valami, tehát uh, itt motivációs dolgokról nem lehet beszélni, tehát hogy negatív értelemben. Tehát itt minden játékos oda teszi magát, ez egy olyan fantasztikus érzés, mondom én ezt úgy, hogy az utolsó gyenge világbajnokság volt a mexikai 86-ban, mert 90-ben Alaszországban volt, ahol csodálatos stadionok voltak, minden mérkőzésen teltház volt, mi meg ilyen libalegelően játszottunk vidéki pályákon, legalábbis a mi csoportunk. De ettől függetlenül nekem az életem legnagyobb élménye volt, hogy egy világbajnokságon részt vagyok, és mindent ennek rendeltem alá. Most ez teljesen nevetségesen hangzik, mert ugye az eredmények nem ezt mutatják, de ettől függetlenül mindent megpróbáltunk, tehát nem keresünk kifogásokat, oda tesszük magunkat. Ennek megfelelően nem minden csoportban, de sok csoportban bármi előfordulhat. Uh -huh. És végül azt mondom, arra kíváncsi vagyok, hogy te vársz-e egy pont a négy évente is felfogozott várakozás, mindenki oda akarja tenni magát, hogy vársz-e szakmailag újdonságokat válogatott szinten, csapatjátékban, bármibe, tehát ilyen részleteket illetve ezen ettől a világbajnokságtól? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ahogy látjuk, a futball nagyon megváltozott. Ugyanakkor, amikor előjön egy Guardiola, és pár évvel ezelőtt teljesen megreformálja a futballt, ezt most nem lehet tudni, hogy, hogy idén, vagyis hogy jövőre előáll-e valaki. Túl sok esélyt nem látok rá. Tehát itt már az sem állja meg a helyét, hogy a labdatartás, mert Mútka az egyik csapat 75%-ba tartotta a labdát, pont most az Arzenál, és három egyre kikapott Há, a Manchester United. Ugyanez a hétvégén, vagy a Napoli Juventusnál. A Juventusnak Tehát volt e egy támadás e a lényegében. Mindig a mourinho idézem, amikor e az internacionálóval játszott, és meg kivejtette a Barcelonát, és akkor gratulált a Guardiolnak, hogy gratulálunk 75%-ba tartottátok a labdát, de mi jutottunk tovább. Tehát e már ez se állja meg a helyét, hogyha nálunk van a labda, akkor... akkor e biztos, hogy nyerünk, én túl sok uh, újdonságot nem, nem gondolnék. Szerintem eléggé telítődött a labdarúgásban a taktikai tárház. Uh -huh. Hát akkor majd nézzük a uh, régiségboltot, hát, ha vannak, lesznek a csillogó részek. Bizonyosan, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.